Jó estét kívánunk, tisztelt nézőink! Üdvözlöm Önöket a Medienklagemauer TV Pforzheimi stúdiójából. Egy Johann Wolfgang Goethétől származó idézettel kezdem. Sok tévedés és egy szikrányi valóság. Így áll elő a legjobb nedű, amely az egész világot felfrissíti és megerősíti. Azt kívánjuk, hogy a Klagemauer TV ezen adása is hatékony gyógyszerként szolgáljon a média megrészegítő méregitala ellen. Hasson kiózanítólag és vitalizálóan. A mai adás témája: előre megszervezték az ukrajnai zavargásokat? 2013. november 21-én Oleg Csarev népképviselő, a legfelsőbb tanács, a Ráda előtti felszólalásában a következőket mondta. Az akarat, volja állami szervezet aktivistái meggyőző bizonyítékokkal fordultak hozzám. Országunk területén az amerikai nagykövetség támogatásával és közvetlen részvételével állítólag létrehozták a TechCamp elnevezésű projektet, és előkészületeket tettek egy ukrajnai polgárháború szítására. Ebben a projektben olyan specialistákat képeznek ki, akik a médiában az állami intézmények hitelességének lerombolása céljából információs háborút folytatnak. Mindemellett tiltakozási akciók szervezésére és az állam megdöntésére alkalmas potenciális forradalmárokat képeznek ki. Mindez Amerika ukrajnai nagykövete Jeffrey Payette felügyelete és tanácsadása alá tartozik. Es unterliegt der Obhut und Beratung des amerikanischen Botschafters der Ukraine Jeffrey Payette. Oleg Csarev így folytatja. Az utolsó TechCamp konferenciát 2013. november 14-én és 15-én Amerika ukrajnai nagykövetségének területén tartották. Itt a tanfolyam résztvevőit, akik speciálisan erre a célra kiválasztott ukrán állampolgárok voltak, arra képezték ki, hogy hogyan lehet a társadalom destabilizálása céljából internetes eszközökkel tüntetéseket szervezni, és a tüntetőket erőszakos cselekményekre mozgósítani. Az egész az amerikai Matt Berg és Cara Andrade irányítása alatt folyt. Csarev képviselő szerint az amerikai oktatók egyiptomi, tunéziai és líbiai példákon szemléltették az úgynevezett közösségi portálok használatát és az utcai zavargások vezetését. Időközben az európai integráció támogatói a közösségi portálokon városi tüntetésekre szólítanak fel. A polgárok beszámolói megerősítik, hogy a tüntetőket máshonnan szállították oda, és napi díjat kaptak a részvételükért. Bürger bestätigen, dass die Teilnehmer der Demos aus anderen Orten hergebracht worden seien und ein Tagesgeld für ihre Teilnahme bekommen haben. Erre leginkább az egyetemisták voltak kaphatók. Igazából a legtöbb ukrán egyetért országok kormányával, amely 2013. november 29-én nem írta alá az EU-s társulási szerződést. Adásunkat Szofoklész görög költő idézetével fejezzük be. Ami fondorlattal lett megszerezve, az még nincs megnyerve. Jó estét kívánok, viszontlátásra! Und auf Wiedersehen!